A hallgatás fala általában egy olyan helyzetet jelöl, amikor valaki nem hajlandó beszélni vagy kommunikálni valamilyen problémával vagy érzéssel kapcsolatban. Ez a fal akkor jelentkezik, amikor valaki nem akarja megosztani érzéseit, gondolatait vagy problémáit másokkal, és ezzel korlátozza a kommunikációt és az interakciót. Ez a helyzet általában akkor áll elő, amikor valaki nem érzi magát biztonságban, vagy nem bízik abban, hogy mások megértenék vagy elfogadnák őt. A hallgatás fala lehet átmeneti vagy hosszabb távú is, nagyon nehéz lehet áttörni azt, ha valaki nem hajlandó megnyílni mások előtt. Fontos megjegyezni, hogy a hallgatás fala nem feltétlenül jelenti azt, hogy valami rossz történt, vagy hogy valaki rossz szándékkal hallgat. Lehet, hogy az adott személy egyszerűen csak még nem érzi magát kényelmesen vagy biztonságban ahhoz, hogy megossza érzéseit másokkal. A hallgatás falának lebontásához általában türelemre és megértésre van szükség, és ez segíthet abban, hogy a kapcsolatokat mélyítsük és erősítsük. Az utóbbi időben az újságíró is egyre gyakrabban ütközik ilyen falakba, főleg ha a hivatalos helyről szeretne hitelt érdemlő információhoz jutni. Hány híradós riport végén halljuk szinte nap mint nap, az illetékesek, miniszterek, főhivatalok, kormányközi cégek, etc. Adásunkig nem válaszoltak kérdésünkre. Jó magam is hosszan tudnám sorolni azokat a vasakat, amiket hetekig vagy hónapokig tartok a tűzben, kitartom várva a pszichiáterek, tankereti vezetők, politikusok válaszait, mint hiába. Néha elszakad a célna és legjobb meggyőződésem ellenére. Leírom, miket kérdeztem volna tőlük, hogy miért nem válaszoltak, és mi lehet ennek hátterében. De tudom, ez nem az igazi. Azt is sejtem, ki miért nem válaszol a kérdésekre, de hát ezt talán mindannyian meg tudjuk tippelni. Amíg ez az egyközpontú alaptörvény ellenesen egyed uralomra törő kartózi rendszer tombol, nem is fog semmi változni. Övék a média, övék a hatalom. Ezért esett különösen jól, mint egy üdítő kivételként, hogy Fülöp Zoltán, a Fidesz Ajka városi elnöke kötélnek át egy interjú erejéig, és elbeszélgethettem vele az orosz-ukrán háború helyzetéről, Magyarország álláspontjáról és a várható kimenetelről. Megismétlem, amit fentebb mondtam, a hallgatás falának lebontásához általában türelemre és megértésre van szükség, és ez segíthet abban, hogy a kapcsolatokat mélyítsük és erősítsük. Szép gondolat! Kár, hogy nem tőlem származik, hanem a mesterséges intelligenciától.